Ez egyszerűen maga a mű, elbeszélés féleség és elvileg a cím utal a befejezésre. Szóval a történet röviden. Valahol a felvidéken él egy ember, meg még egy, meg annak a lánya. Az öregük embert Mixelt valamilyen okból bacsának hívja, valószínűleg azért, hogy a 21. századi diákoknak legyen valamit tanulni irodalom órán. Na most, ezt a csávót Olaj Tamásnak hívják, aki amúgy elég jellemtelen. Juhakat őriz egy akkorban egy másik sráccal együtt, de az a gond, hogy van egy lánya, akinek nincs anyja. Minden romantikus irodalmi műnek kell, hogy legyen egy felesleges szerelmi szála. Na most ebben a műben a másik csávó, a Bojtár, akivel együtt élnek, szerelmes az Olajnak a lányába. Ezzel az a gond, hogy van egy Talári Pali nevű herceg csávó, aki a Juhakol környékén vadászgat és bejárogat a csajhoz tejet inni, meg beszélgetni, meg ilyenek, amiket csináltak abban a korban. Itt jegyezném meg, hogy a csaj egyébként 16 éves, ami még mindig öregebb, mint a Rómeó és Júliában az utóbbi. A fater tudomást szerez arról, hogy a herceg csávó a lányával találkozgat, ezért a negyedik napon otthon marad és gondolja, hogy beszél a talári ronda pofájával. Na most a herceg meg is érkezik, de a csaj helyett a fater találja otthon, aki megígéri neki, hogyha tovább cseszegeti a csajt, akkor szétcsapja. A herceg csávó viszont tipikus üzletemberi vonásokkal rendelkezik, és a csajért cserébe felajánlja a juhokat meg azoknak az olját. A fater gondolkozik, mert ugye a Pali nem feleségül akarja venni a csaj, csak így szeretőnek egy-két napra, ami nyilván nem jön be Olajnak. Végül azonban elfogadja az ajánlatot. Ugye elközben a Bojtár srácnak kb. Semmi szerepe nincs, mert kint őrzi a juhokat a mezőn. Ugye az Olajnak elviszik a lányát, ami nem igazán tetszik neki, és a lelkiismeret furdalás jeleit véli felfedezni magán, melynek következtében kitalálja a lehető legostobább megoldást a problémára. A frissen neki ajándékozott juhoknak és az akolnak a hőmérsékletét megemeli, mellyel hozzájárul azoknak a felgyorsított oxidációjához. A folyamat következtében maradandó környezetkárosítást követel a birtoka területén, ezek után a fater Olajra lép. Mondanom sem kell, hogy gyakorlatilag az egésznek semmi értelme nem volt, mert az összes vagyona rámente fizikai-kémiai kísérletre, de olyannyira, hogy még a korábban emlegetett Bojtár srácnak nemhogy nem hagyott semmit, de egy rohadt szót nem szólt az egész tervéről. Személyes értékelésem jeléül 15 jüpörköltet adok a 30-ból.